Javában folynak a felújítások, karbantartások a Nyírtávhőnél. Több helyen cserélnek vezetékeket a megyeszékhelyen, a cégnél emellett elégedettségmérés is zajlik. Közben már postázzák az elmúlt fűtési szezonról szóló elszámolásokat is. Bár a fűtés alatt téli időszak jut az eszünkbe, a Nyírtávhőnél nyáron sem áll meg az élet. Ilyenkor végzik el azokat a munkálatokat, amelyek a szezonbeli megfelelő szolgáltatás nyújtásához szükségesek, és sok esetben elengedhetetlenek. Néhány napja például a nyíregyházi Őz utcai óvoda udvarán tapasztaltuk, hogy felújításokat végez a társaság. Idén egyébként kicsit később, csak június elején kezdtek hozzá a munkákhoz. Azóta a legfontosabb feladataik közé tartozott az új bújtosi úszodattá fűtési vezetékének kiváltása és építése. Felfigyelhetünk munkatársaikra emellett a Bethlen Gábor utcában és a Ferenc körúton is. Amit viszont nem láthatunk, hogy a hőközpontokban is folyamatosan végzik a különböző karbantartásokat. A tervek szerint augusztus végéig, de legkésőbb szeptember közepéig, a fűtési szezon kezdetére mindenhol végeznek. A Nyírtávhőnél természetesen a jövőre is megvannak már a célok. Vendégem a stúdióban Jó László ügyvezető igazgató, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nem áll meg az élet a Nyírtávhőnél nyáron, ugye ez elég banális kijelentésnek tűnik, hiszen egy olyan cégről beszélünk, aminek nyilván muszáj egész esztendőben dolgoznia. Felmerül az emberben, hogy ahol fűtenek, és mondjuk nyáron nem kell fűteni, akkor vajon mit csinálnak? Mit takar a karbantartás? Ugye más a felújítás és más a fejlesztés. Igen, hát először is a Nyírtávhő egészében szolgáltat, ugye hiszen 7 hónapig a fűtés szolgáltatás, majd ezt követően, illetve nyári időszakban a használati melegvizet szolgáltatjuk 16 ezer lakásban, és hát ilyenkor természetesen a nyár az, a fűtés idényen kívül, amikor a vezetékek kevésbé terheltek, jobb az időjárás, ugye, tehát könnyebben karban tudunk tartani, ugye nincsenek akkor esőzések, nincs hideg, és nyilván van egy szolgáltatási kényszerünk is, hiszen május 15-ig nem is nagyon lehet ilyen karbantartásról, nagy felújításról szó. Az idén egy picit ez még jobban is csúszott, hiszen május végéig fűtöttünk, úgyhogy május végén tudtuk elkezdeni. Ilyenkor általában a közterületen található alépítményeinket, műtárgyainkat, aknákat, vezetéket, és hát a fogyasztóinknak kevésbé látványos, amikor a hőközpontokban, hőfogadókban vagyunk, de hát ennek a karbantartása is folyik. Milyen fejlesztésekre volt lehetősége a cégnek az elmúlt időszakban, illetve zajlik-e jelenleg is valami? Hát alapvetően ugye felújítások voltak, illetve új fejlesztés volt az úszodának, a bekötővezetékének az építése, ami még valójában még tart. Ott egy primer vezeték kiváltás volt. Nagy beruházásunk volt a Bethlen Gábor utcán, ott az E.ON székház környékén volt egy nagy beruházás, illetőleg a Ferenc körúton új hőközpontokat alakítottunk ki a Korányi Frigyes utcán az útépítés miatt, a Bánki Dunát szakközépiskolának a bekötővezetékét cseréltük, és hát számtalan helyen vagyunk jelen pillanatban az Északi körúton, a Dob utcán, a Vasvári Pál utcán, úgyhogy számtalan helyen még ott vagyunk, és hát még egy hónapunk van, úgyhogy addig ott is leszünk. Mi a helyzet azokkal, akik szeretnének a rendszerre kapcsolódni? Új bekötések történnek-e? Ó, hát kapacitásunk lenne, és van is, úgyhogy nagyon örülünk neki. Örülünk az úszodának is nyilvánvalóan, hiszen több mint egy megawattos hőteljesítményre rákapcsolódik. Igazából a távhőszolgáltatás itt Nyíregyházan és az országban több ponton is. A 80-as években a panelépületek gyártása és készítése ugye leállt. Mi gyakorlatilag a körgyűrűn belül vagyunk, tehát a körúton belül vagyunk, agglomerációban nem megyünk ki, tehát nekünk leginkább a terepünk, hogy úgy mondjam, a közintézmények, a közületek, amelyek belvárosiak, illetve körgyűrűn belüliek, és hát ezeket szeretnénk, ugye kettős itt a dolog, egyrészt a távhőre kapcsolni, de azért is, hogy a belvárosnak a levegőtisztasága az javuljon, vagy megmaradjon, hiszen ott, ahol távhőre kapcsolunk, ott nem megszűnik a kémény, nincsen környezetterhelése annak a helynek, ahol éppen élünk. Az elmúlt egy-két évben igen komoly összegeket tudtak fejlesztésekre, innovációra fordítani. Most van-e olyan feladat, ami látszik, amire jó lenne, vagy most úgy teljesen jó helyzetben van a rendszer?
Hát ugye ez egy véget nem érő történet, hiszen 1966-ban kezdődött ez az egész történet egy Nyíregyházán, és hát az elődeim is ezt folyamatosan fejleszteni kell. Ugye most már elértük azt, hogy korszerű technológiával a nagy dimenziói vezetékek ki vannak cserélve, gyakorlatilag a hőközpontjén korszerű szabályzásban vannak, be vannak kötve a tápfelügyeletbe, és hát most már az okos mérés is Nyíregyházán egyedül létezik, de hát ugye nem pihenünk ezzel, hiszen ezek a vezetékek nem is kérdés, hogy ki fognak lyukadni, csak az a kérdés, hogy mikor és hol. Na hát ezt csináljuk a megelőző karbantartásban, hogy ne télen legyen ez az üzemzavar. Hát ilyenkor nyáron igen, nagyon sok pénzt elköltünk arra, hogy a karbantartjuk ugye az aknákat, a vezetékeket, és az említett vezetékcserék is mindezt szolgálják. Úgyhogy igen, erre nagyon sok pénz kell, hiszen ugye a távhő az talán a legdrágább közmű, hiszen itt egyből két cső van ugye, víz ellen kell szigetelni, hő ellen kell szigetelni, aztán mozog a hőtágulástól a vezeték, úgyhogy ez egy nagyon komoly dolog, tehát sokkal drágább, mint egy vezetékes, mondjuk egy villamos vezetékcsere. Nem tudom, hogy mennyivel járulnak a fogyasztók az elszámolás utáni befizetésekkel ezekhez a költségekhez például. Nagyjából azonos-e ez minden évben, vagy nagyon eltérő tud lenni, mert ugye eljött ez az időszak, hogy önök postázzák a számlákat. Igen, hát az elszámolásoknak a kézbesítése történik meg is, a jövő hónap elején kerülnek sorra ugye a számlák, hogyha a fogyasztók ezzel egyetértenek ezzel az elszámolással. Gyakorlatilag, mivel már elég régóta működtetjük ezt a rendszert, nagy tapasztalatunk van ebbe, hiszen, mint mondtam, 66 óta ismerjük a fogyasztóink szokásait. Azt lehet látni, hogy folyamatosan emelkedik a külső átlaghőmérséklet, emiatt sajnos csökken a fogyasztás, és így általában a tervezéskor jó eséllyel eltaláljuk, hogy a következő évben mi várható. Fogyasztóinknak lehetősége van a saját előlegszámlájukat beállítani, tehát hogy havonta mennyi előleget fizessenek, aztán ilyenkor az elszámoláskor derül ki az, hogy pont annyit fizettek, eleget, többet, kevesebbet. Most az idén úgy jártunk, ugye, hogy tavaly egy picit többet adtunk vissza, az idén összesen egy 30 millió forint ennek a szaldója. Tehát ez a 3 milliárdhoz képest 1%, tehát nagyon jó arányban eltaláltuk ezt, de ennyi jár vissza. Ez azt jelenti, hogy a fogyasztóink ezt valamikor augusztus hónap során fogják megkapni, amikor az elszámoló számlák elkészültek. És akkor lehet újra tervezni a következő fűtési időszakot. Így van, ez pedig az elmúlt 10 év átlaghőmérsékleti alapján, ugye folyamatosan gördülő tervezését csináljuk, figyelembe veszük az időjárás változást. Tehát akkor a megfelelő visszajelzések tekintetében a fogyasztók tudnak dönteni a jövő évi előlegfizetésükről nyilván. Természetesen hogyha... melegvíz esetében is, illetőleg fűtés esetében is nagyon egyszerűen megtehető, ügyfélszolgálatunkon nagyon hamar el lehet ezt a dolgot rendezni. Nagyon szépen köszönöm, igazgató úr, hogy bejárt nálunk és tájékoztatott bennünket. Köszönöm.